A negyeddöntő második meccsét a hazaiak kezdték jobban, az első negyed végén 4 ponttal vezetett a BKG Prima Ese. A második 10 percben újabb 8 pontot tettek hozzá előnyükhez a Sziget-Szent Miklósiak, akik így jelentősnek mondható vezetéssel vonulhattak a nagyszünetre. Fordulás után elkezdte a felzárkózást a Nyíregyháza, a harmadik negyedben 8 pontot lefaragtak hátrányukból a vendégek, a záró negyed derekán pedig a vezetést is átvette a Blue Sharks. A hajrá izgalmasan alakult, végül 2 pontos nyíregyházi győzelemmel zárult a mérkőzés, így 2 sikerrel jutottak a legjobb 4 közé a kék cápák. Kemény mérkőzés volt, de úgy gondolom, hogy egy picit azt hitte a csapat, hogy könnyebb mérkőzést fog játszani, és az első fél idő ennek tükrében zajlott, egy picit keresgette a szakmai stáb azt, hogy melyik játékos lesz az, aki jó formát tud nyújtani, ezért az első fél időben már 10 játékos volt a pályán, viszont a második fél időre úgy gondolom, hogy olyan küzdeni tudással, vagy olyan szellemben jött ki a csapat, ami kellett a győzelemhez, és végre egy nagyon jó védekezést tudott produkálni, és szerintem ennek köszönhető az, hogy a második fél időt fölényesen meg tudtuk nyerni, amivel szűken a mérkőzést is. Az elődöntőben a Veszprém lesz a kékcápák ellenfele, míg a másik ágon a MAFSZ és az Oroszlány harcol a döntőért. A nyíregyháziak programja még képlékeny, mivel több sorozatban is érdekelt a csapat. A Veszprémmel meg kell egyeznünk abban, hogy hogyan játszik a mérkőzéseket. Ehhez az U20-as döntő, az EJBL, illetve az érettségik nem segítenek. Mellette még ott van a főiskolás, ugye a főiskolás egyetemi bajnokságnak a döntője. Nem igazán tudom még megmondani, hogy hogyan lesznek a mérkőzések. Talán annyit, hogy az első az május 3-án lesz Veszprémben. De hát azt tudjuk, hogy a középiskolásainknak ez milyen terhet fog jelenteni, hiszen a Vasváriban aznap lenne a ballagás, illetve a ballagás az lesz, de nem tudjuk, hogy a mi játékosaink ott tudnak-e lenni, illetve Veszprémbe fognak utazni, holott hétfőn kezdődik az érettségi, ez egy nagyon nehéz feladat lesz. Közben pedig az EJBL döntőt is jó lenne beiktatni, az egy olyan rangos torna, amin nagyon jó lenne, ha ott tudnánk lenni. Meglátjuk, ki kell, hogy alakuljon a következő napokban ez a program. Az viszont biztos, hogy csütörtöktől vasárnapig Szolnokon az úszas döntőben szerepel majd a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a csoportmeccsek során a hazaiak, a Pécsi VSK és a MAFSZ ellen lépnek pályára.